A felfestések emlékeztetik a gyalogosokat a biztonságos átkelés feltételeiről, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Elérkezett szeptember 1-e, és ugye 2-án kezdetét vette a tanév. Ilyenkor mindig tanév elején a gyalogos átkelőjeknél a rendőrség, közvetlenül és a polgárőrök biztosítják, hogy a még ugyan vidám fiatalok biztonságban érkezzenek meg az oktatási intézményekbe. A rendőrségi kezdeményezésre eltérően azért egy picit mással is készültünk, minden gyalogos átkelő hely elé piktogramok kerültek felfestésre, amelyek felhívták a gyalogosok figyelmét arra, hogy ne telefonáljanak és feljelgatóval, ne próbáljanak meg átkelni a gyalogos átkelő, hiszen a külső zajoktól teljesen elzárják magukat, telefonnyomkodásával elvonják a figyelmüket, és úgy minden kevesebb balesetveszélyes helyzetet teremtsünk itt, főleg az év elején, azt gondolom, ez egy nagyon fontos lépés, és minden gyalogost arra biztatok, és ilyen a gyalogosoknak alapvetően nagyon fontos, nézzenek a lábuk elé. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság is figyelmezteti a járókelőket, hogy körültekintően, szabályszerűen keljenek át a zebrákon. Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság a helyi önkormányzatokkal karöltve abban állapodott meg, hogy a vármegyében lévő városoknak a zebráira különböző figyelemfelhívó piktogramokat fest fel azzal a céllal, hogy a gyalogosok figyelmét felhívja arra, hogy hogyan lehet biztonságosan átkelni a zebrákon. Ez történt meg a napokban Dombóváron is ezeknek a piktogramoknak a felfestése, mégpedig azzal a céllal, hogy a gyalogosok ne fülhallgatóval, zajszűrős fülhallgatóval keljenek át a gyalogos átkelőhelyen, illetve ne nyomkodják a telefonjaikat, amikor a zebrákon áthaladnak. Hiszen ez nagyon balesetveszélyes, mert abban az esetben, hogyha nem halljuk, nem látjuk és nem észleljük a körülöttünk lévő külvilágot, akkor az balesetekhez és sajnos tragédiákhoz is vezethet. Ez mutatja azt, hogy az elmúlt évben sajnos 8 gyermek veszítette életét közúti balesetekben, és volt közöttük olyan is, akit zebrán ütöttek el az ország útjain. Tolna vármegye útjain kevés az olyan átkelőhely, ahol lámpa is van, de a zöld jelzést önmagában még ne vegyük készpénznek. És abban az esetben, amikor a lámpa zöld jelzést jelez a gyalogosnak, akkor se lépjünk le anélkül, hogy körülnézzünk. Mindig vegyük fel a szemkontaktust a járművezetőkkel, hiszen hogyha ezt megtesszük, akkor az autós is jobban fogja érzékelni azt, hogy mi mindenképpen le szeretnénk lépni a zebráról, és nem csak beszélgetni álltunk meg az útteszt célén. Úgyhogy a legfontosabb tanácsunk az, hogy vegyük fel a szemkontaktust a gyalogos átkelőhely előtt, illetve az átkelés hely előtt a járművezetőkkel, legyenek azok kerékpárosok, motorosok, vagy akár autóvezetők. A bicikliseknek csak és kizárólag akkor van elsőbségük, ha leszállnak a kétkerekűről, és gyalogosként áttolják azt, ellenkező esetben szabálysértést követnek el.